Köszöntök minden kedves nézőt a Mi leszek, ha nagy leszek című minisorozatunk első részében, amelyben jelenlegi és volt hallgatóinkkal beszélgetünk egy-egy különböző területről, vagyis alapképzés kapcsán. Első vendégem Prónai Bence, a Prokottravel ügyvezetője és volt GTK-s, aki nem mellesleg a turizmus és vendéglátás szak egyik tanára is. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat, Bence. Szia! Szia, sziasztok! Nagyon örömmel fogadtam el. Azt hiszem, hogy rengeteg irányból kötődsz a GTK-hoz, de kezdjük mégis azzal, hogy valaha te is GTK-s hallgató voltál. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Így van, hogy szokták mondani, én is azokat a padokat koptattam, alapképzésen is, mesterképzésen is. Én őszintén mondhatom, hogy a legönfelettebb időszakom volt az egész életemben. Tehát nagyon örömmel tekintek vissza a GTK-s időszakra. Én őszintén, én imádtam oda járni. Tehát, hogy azt éreztem, hogy tényleg itt azt tanulom, meg azt csinálom, amit én szeretek, meg amihez én úgy gondolom, hogy talán affinitásom is van. És pontosan ezért nem is tudtam elszakadni a GTK-tól, tehát hogy te is mondtad, végeztem a GTK-n, de utána is azért több szálon kötöttem a karhoz. Nyilván ugye aki már mondjuk rutinosabb versenyző a GTK-n, de talán már az első évben is a Prónai névvel megismerkedik, csak nem általam, hanem bátyám által, marketing oktatója, szintén a karon, tehát egy szomszáz sok szálon kötődik a család a GTK-hoz, ösztöndi programot is üzemeltetünk a karon, de egy szomszáz az első pillanattól kezdve, tehát a saját tanulmányaimtól kezdődően már nekem ez nagyon bejött. Ha már a tanulmányok, milyen képzést végeztél? Ugye most a turizmus területén dolgozol azért, valljuk be, hogy ez áll a legközelebb ahhoz, amit csinálsz, de ekkor még nem volt turizmus vendéglátás képzés természetesen a GTK-n, ugyanis ez rendkívül friss. Mit végeztél alap- és mesterképzésen? Én úgy csináltam, hogy alapképzésen gazdmenes, tehát gazdálkodásmenedzsmentes volt, most a mesterképzésen átnyergeltem a marketingre. Nekem ez egy nagyon jó kombináció volt így. Azt követően pedig, mivel, ahogy te is mondtad, a turisztikai képzés itt nem volt, Pesten csináltam egy posztgraduális képzést erre még rá, egy turisztikai vállalkozások menedzselése nevezetű posztgraduális, tehát egy ilyen diplom utáni plusz képzést, emellett még van idegenvezetői papírom is, azt itt Szegeden csináltam, tehát egy ilyen komplex történet alakult ki, de azért a magja az a GTK-s történet. Hogyan gondolkodtál, mikor alapszakot választottál, mennyire volt tudatos, mennyire csak véletlenszerű, hogy végül is a gazdálkodási menedzsmentbe vágtál, és aztán, hogyha majd ezt a logikát folytatod, akkor úgy, hogyan passzintottad el ez a kereskedelmi és marketinges, vagy csak a marketinges mester? Abban a szerencsés helyzet vagyok, hogy én viszonylag fiatalon már tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, és tudtam, hogy én utazásodában szeretnék dolgozni, ergo turizmus volt az irány. Mivel nem volt egyetemi szintű képzés Szegeden, így ami legközelebb állt ehhez, az egyértelműen a közgáz, a GTK, és azon belül is nekem a gazdálkodás menedzsment volt az, ami elsőlegesen tetszett, viszont utána a marketing mesterrel nagyon jól kiegészítették egymást. Tehát nekem ez nagyon, nagyon bejött, hogy egy gazdmen alap után egy marketing mester. De azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak azért, mert hazabeszélek, mert tényleg ez igazság, hogy ha lett volna a turizmus alapszak, akkor valószínűleg nem gazdmenre jelentkeztem volna először. Igen, hát ez azért egyértelmű, de sok generáció felnőtt már úgy, hogy még nem volt turizmus és vendéglátás. Szerencsére most már ez is van a GTK kínálatában. Említetted, hogy már nagyon hamar megfogalmazódott benned, vagy érezted, hogy te ezen a területen szeretnél mozogni. Vissza tudnád tekerni annyira az időt, hogy akkor hogy merülhetett, valljuk be, hogy ez azért nagyon, nagyon trendi manapság, de egy hihetetlen gyors fejlődés miatt, és nem gondolta volna az ember 5-10 évvel ezelőtt valószínűleg, vagy sokkal kevesebb ember volna attól, hogy ezt utat választják.
A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Családi vállalkozásról van szó. Nekem a szüleim alapítottak egy utazási irodát, amikor én 4 éves voltam. Na most, ha belegondolunk, nagyjából 4 éves korábban ezt miért talán az ember úgy fel arra, hogy mi is történik itt körülötte. Magyarul mondhatom úgy, amit az eszemet tudom. Én egy utazási irodával együtt nőttem föl. És nekünk a mindennapjainkhoz ez hozzátartozott, és nyilván, mint családi cég, azért természetesen már a legelejétől kezdve, amikor már látszik, hogy ez a cég mondjuk szépen dinamikusan növekszik, és talán hosszú távon is fent tud maradni, akkor az öröklés kérdés az nyilván felmerül, és tényleg én már abban a szerencsés helyzetben vagyok, és tudom, hogy ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Nagyjából 8 éves koromban tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és eddig a felé is haladok. Wow. Mik voltak az első ilyen tapasztalataid, már gondolom nem csak otthonról hallottad hallottál bele a turizmus világába, és hallottad minden este, hogy micsoda problémákkal kell küzdeni egy cégnek, hanem gondolom volt pár pozitív élmény is itt, még mielőtt igazán belevetetted magad ebbe a világba. Igen, hát ugye amikor én még tényleg egész gyerek voltam, tehát általános iskola meg ilyesmi, akkor nyáron azért volt úgy, hogy amikor szüleim, akár édesem, akár édesapám elment egy útra idegenvezetőként, tehát ők vitték magát a csoportot, akkor néha volt, hogy én is velük voltam. Utólag erre úgy tekintettem vissza, mint amikor a pedagógusok mondják, hogy hospitálna járnak, és akkor nézzük, hogy a tapasztalt tanárok hogy tanítanak. Na most én is ott, nem tudom, 8-10 éves gyerekként néztem, hogy akkor már nagy tapasztalt rendelkező az idegenvezető szüleim mit csinálnak. Lényeg, hogy akkor is már így kezdtem ebbe belecsöppenni, meg hát nyári időszakokban tipikus probléma, hogy mit csináljunk a gyerekkel, akkor volt, hogy már egész fiatalon bent az irodában segítkeztem. Na most ezek ilyen full kulimelók, tehát hogy ilyen abszolút legalja a táplálékláncnak, de nyilván egy 12-13 éves gyereknek meg az is élmény, hogy valamit tud dolgozni, és akkor benne van a vérkeringésben. Aztán meg, hogy haladtam előre, az egyetemi évek alatt ott egy nyári munkában gyakorlatilag már elkezdtem dolgozni, és rájöttem arra, amit én tényleg mindenkinek szoktam mondani, aki turizmus iránt érdeklődik, hogy ez mennyire egy jó iparág abból a szempontból, hogy maga, amit csinálunk, amit eladunk, azt akarják az emberek. És ez ami iszonyatosan jó, hogy nem rá kell tukmálni valamit, nem akarok, hogy is mondjam, példát mondani, de nyilván van olyan, amikor nem véletlenül vannak a szélzős emberek, és oda kell menni, és házhoz, és meggyőzni, és termékbemutató, és stb., mert nem feltétlenül van arra szüksége az embernek, most a tópaplantól kezdve a biztosítási és megtakarítási termékeken át azért elég sok mindent lehetne mondani. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy az emberek ezt alapból akarják. Ők jönnek hozzánk, mert arra gyűjtöttek, azért dolgoztak, hogy elköltessék arra a szolgáltatásra, amit mi adunk. Ez jó ám. Tehát ez mindenképpen pozitívum a turizmusnak, az emberek vágynak arra, amit te szolgáltatsz, amit te adsz. Hát ez biztos, főleg most ezek az idők után valószínűleg, amikor, hát hogy is mondjam, egy kicsit tisztázódik a helyzet, akkor, és bátrabbak leszünk, és szabad is, akkor biztos, hogy valamiféle reneszánszát, vagy biztos, hogy valami óriási megújulás várható talán. Most itt a cégre gondolva, hogyan készültök erre, hogy te személyesen mit vársz ettől az időszaktól? Személyesen úgy gondolom, hogy mindenképpen vissza fog épülni a turizmus hamarabb, mint gondolnánk. Pontosan amiért, amit te is mondtál, az emberek utazni akarnak. Gondoljunk, tényleg mindig gondolom be a saját helyzetében, most az lenne, hogy itt csettintés elmúlik a Covid úgy teljesen, valahogy hirtelen, nem tudom, lejár a szavideje, és akkor egyszer csak elmúlik. Mi lenne kapásban, de tényleg most akkor szabad utazni, és így biztonságos, meg minden? Hát akkor azonnal foglaljunk egy fapados egyet, akkor menjünk egy bookingra, akkor menjünk ide, menjünk oda, menjünk a haverokkal, megtartjuk azt a bulit, amit legutóbb nem sikerült, stb. Hát az emberekben annyira benne van ez, hogy csak lehessen már menni, és akkor tényleg akarunk. És tényleg egy kicsit ez az érzés, mint amikor a börtönben van az ember, és most kinyitják a cella falát, és így először óvatosan csak kinéz, hogy de most akkor tényleg szabad menni? és amikor belátjuk, hogy igen, szabad, na akkor viszont mindenki elkezd rohanni kifelé. Tehát, hogy én erre számítok körülbelül, hogy az elején lesz egy ilyen óvatosság az emberekbe,
megkapták az oltást, ilyen-olyan papír, stb. Hogy de akkor most tényleg így szabad, meg minden? Igen. Befoglalhatok egy repülőt, és akkor holnap már Rómában pizzázhatok? Igen. Hát akkor menj! Tehát én összességében biztos vagyok benne, hogy ez nagyon hamar föl fog állni a turizmus. Hatalmas pofont kapott, azért ezt valljuk be. Tehát az egész iparág úgy nagyjából átocettig, légitársaságoktól, hajótársaságon át a legkisebb panziókig mindenki hát elég markáns, ilyen 80-90%-os visszaesést szenvedett el, de ebből nagyon hamar föl fog szerintem épülni. Az idei évben szerintem még biztos nem fogjuk elérni a vírus előtti szintnek, még talán a 60%-át sem, de a jövő évre már azt mondom, hogy a jövő évre, tehát 2022-re én úgy gondolom, hogy le tudja dolgozni a lemaradást az iparág. Térjünk vissza még egy kicsit a GTK okozta élményekre. Ugye említettük, hogy nem tudtál turizmusképzésben részt venni, azonban én nekem vannak olyan információim, hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy ezt idő előtt megtapasztalt, például akár egy külföldi tanulmányi úttal, vagy ha jól tudom, a szakmai gyakorlatul is ehhez kötődik. Úgyhogy ha erről tudnál egy kicsit mesélni, de egészen onnantól kezdve, hogy hogyan döntöttél, hogy láttad, hogy belefér ez még a képzésbe, tudod-e teljesíteni emellett az itthoni dolgokat? Nyilván egy más világ volt más képzéssel, nem sokkal másabb, de azért teljesen más volt még a felállás. Mi volt ez az történet? Igen, én kétszer is voltam itt Erasmusszal, alapképzésen és meg mesterképzésen, és ugye a szakmai gyakorlat inkább így mondom, tehát nem tanulmányom egyszer a tanulmány, egyszer pedig a szakmai gyakorlat résznél. Mind a kétszer Spanyolországban egyébként. Valenciában voltam a tanulmányi résznél, imádtam, én mindenkinek csak javasolni tudom. A szakmai gyakorlatnál pedig szintén elhatároztam, hogy külföldön akarom csinálni. Na és itt volt a nem annyira egyszerű történet, hogy lehet egy gazdmenes képzésnél elfogadható szakmai gyakorlatot találni, ami valójában turizmus. És hát nyilván a TO volt a tanulmányi osztály, és kellett egy kicsit egyeztetni, hogy mi az, ami még belefér ebbe a dologba. És akkor végül azt találtuk, hogy egy nagy spanyol, ez egy ilyen turisztikai vállalat, vannak szállodái, utazásod, stb. És ott helyezkedtem el a marketing értékesítés sales osztályon. Technikailag ez egy 5 csillagos szállodában volt, és akkor annak kellett a sales-ét csinálnunk. Sőt, még a recepcióra is volt, hogy be kellett segíteni. Tehát azért ez egy pure turizmusos történet volt. De hál' Istennek volt pont annyi gazdasági rész benne, hogy még így a közgázos szakmai gyakorlatnak is elfogadják. Mik voltak a legjobb élményeid ebből amikre mindig is visszaemlékszel, vagy milyen érzéseket kelt benned Valencia, nem tudom, hol volt a szakmai gyakorlatod, és legyen ez. Szakmai gyakorlat az Barcelona éjszakra volt, Jared de Mar nevezettű nyaralóhelyen. Azért van előnye annak, hogy egy csehországban dolgozik az ember, ráadásul ott a spanyolokról tudnék, hogy nem annyira jól beszélnek angolul. Éppen ezért, amikor valaki VIP vendég volt, akkor csomószor én voltam kijelölve hozzá kapcsolattartónak, ami vagy személyesen hozzá, vagy a menedzseréhez. És itt azért tényleg viszonylag nagyobb nevek is megfordultak. Voltak olyanok, akiket csak a spanyoloknak volt nagy név, nekem nem volt különösebben ismerési történet, de volt mondjuk Afrojack, a DJ volt nálunk, együtt vacsoráztam vele. Sir Tom Jones, az énekes, aki a Sex Bomb című szám, talán így ismerős lehet mindenkinek. Ő után 0-21-re ki voltam rendelve, mert ő neki elég volt a napi rendje, tehát alsógatjában itt a Dom Perignon, meg ilyenek voltak, tehát tényleg elég érdekes. Ahogy a filmekbe képzelnénk. De tényleg. A tesója, a menedzsere, és az egész egy ilyen full buli járat, amit ők üntébb üzemeltetnek. Lényeg, hogy ezekkel az emberekkel találkozni tényleg így nagyjából 4 szem közt az esetek többségében, ez egy nagyon különleges élmény volt. És hát nyilván közben megint csak azt mondom, hogy öcsehoz szálloda, a Porsche az ott, amikor valaki Porsche-ba jött, az úgy a tápláléklánc közepe tájékán volt. Tehát, hogy a Bentley és a Ferrari volt az, amikor már azt mondtuk, hogy ez valami komolyabb mugsó lehet. Ezek nagyon érdekes és különleges élmények voltak, meg hát maga az, hogy kint élni külföldön fél évig körülbelül, vagy 4 hónapig. Én mindenképp tudom javasolni az Erasmust, akár tanulmány, akár a szakmai gyakorlat tekintetében.
akár itt most nem is az, hogy jó végre kiszabadulni otthonról, meg a családi házból, jó, persze, van, akit ez motivál. De maga ez, hogy élni külföldön egy másik országban. Nyilván most a Covid ebbe is beleszól, nem tud az ember úgy menni, stb. De én mindenkit tudom javasolni, hogyha van rá lehetőség, akkor menjen ki, mert szeretni fogja. Jó kell választani helyet, éghajlat, stb. De szeretni fogja. Igen, abszolút. A Valenciát az teljes mértékben a saját próba alatt nem tudom támogatni, mint nagyszerű Erasmus helyszín. Összességében a GTK-s hallgatói karriered milyen emlékeket kelt, összességében hogy emlékszel vissza rá, tanulásról szólt, bulizásról szólt, a barátok szerzéséről szólt, mi az, ami így a nagy képet lefekti számodra? Hát én pont egy olyan mondattal kezdeném, hogy amikor ugye hallottam megint csak itt, bocsánat, mindig a Covid-ről térek vissza, de nyilván mindenkinek ez van amúgy is a fejében. Mert meghallottam, hogy a Ticket ugye a Covid miatt lezárták, a egyetemi könyvtárat, akkor mondtam, hogy na, szerintem én így nem bírtam volna elvégezni az egyetemet. Én kis tudás ott éltem. Én otthon nem tudtam tanulni, és én állítom, hogy több időt töltöttem az egyetemi éveim alatt a TIC-ben, az olvasótérben, mint otthon. Nyilván órák között megjártuk a várost, de nekem ez iszonyatosan tetszett, hogy beültünk kette-hárman a TIC-be, akkor oké, tartsunk meg szünetet, lementünk kávézni, ezzel elmentünk ebédelni valóban. Nekem ez a fajta szabadság az, ami iszonyatosan tetszett az egyetemi évek alatt. Hogy reggel megreggeliztem otthon, elmentem, és utána hazamentem, nem tudom, 6-7 óra körül. Úgyhogy nem feltétlenül voltak végig óráim, volt, amikor voltak óráim is, de amúgy meg, tehát tényleg a szegedi nagy egyetemi kampusz, ami gyakorlatilag a teljes belváros, én ezt imádtam. Tehát én ezért is mondom azt, hogy talán a legönfeledettebb időszak volt az egész életem, az egyetemi időszak. Miután elvégezted a képzéseket, és felkészültél arra, hogy beszállj a családi vállalkozásba, most már is mondjam, hivatalosan is, hogyan érezted ezt a váltást, mennyire volt, nyilván ismerős volt a környezet, azt nem nagyon kellett talán megszoknod, de hogyan érezted, mennyire voltál felkészülve, és mit kamatoztatsz, hogyan tudta a tanulmányaid a pályádat támogatni? Én abból a szempontból egy ilyen tanulósabb fajta voltam, hogy én a könyvekből tanultam mindig, tehát nem a jegyzetből, meg PPT-ben, stb., hanem jelzően elolvastam a könyvet. Lehet azt mondani, jaj, fúj, strébe, stb. Kis túlzásra még azt is tudom mondani, hogy igaz az állítás. De ami könyvvel le van írva és részletesen le van írva, azt szerintem igenis lehet használni a való életben. Természetesen, amit az órán elmond az oktató, azt meg pláne. De ezt arra akarom mondani, hogy most a könyvespolcomon is vannak idézve olyan bibliák, akár a marketing menedzsmenttől kezdve, akár az ármarketing, az árazás könyv, amiket konkrétan volt úgy, hogy a céges munkám alatt elővettem, és megnéztem, hogy tudom, hogy itt volt valami baromi jó, amit írtak erről, és elolvastam azt a részt. Igenis, vannak olyan részek, nem is kevés, amit lehet használni utána. Csak meg kell tanulni, és leginkább a könyvből kell megtanulni, és nem a havernek a jegyzetéből, amit a PPT-ből rövidítettek le, mert abból nem lehet használni. Megkérdezem azt is, hogy nyilván voltak olyan matekosabb tárgyak, amiket a való életben úgy kevésbé tudtam hasznosítani. Ugyanakkor megtudom, hogy van olyan csoporttársam, aki elment ilyen pénzügyi elemző munkakörbe, ő meg azt használja. Tehát, hogy ebbe pont ez a szép szerintem a GTK, főleg az alapképzés része, nagyon széles spektrumot mutat meg, és biztos, hogy aki elhelyezkedik nagyságrendileg ilyen közgazdász térségbe, valamelyiket fogja tudni használni. Természetesen azt is el kell ismerni, hogy nem az egészet. De a közgázos oktatás az elég tága ahhoz, hogy sok minden közül tudjon választani az ember. Turizmus tekintetében és a marketingtől kezdve a kommunikációs részeken át rengeteg olyan van árazás. A turizmus szerintem a legtágabb tárházát nyújtja az árazásnak. Ezek mind olyan, amiket igenis tanítanak a GTK-n, és meg lehet tanulni azt, hogy a való életben is tud használni az ember. Végül térjük arra vissza, hogy az élet
visszasodott, valószínűleg nem csak a mások erőszakolására, hanem valamennyire a te kezed is benne van, de újra a GPK-n most már oktatóként tudsz majd szerepelni a turizmus és vendéglátás képzésben. Milyen területekkel kapcsolatban találkozhatnak veled a hallgatók, és mit tudnál nekik üzenni, akik még a képzés elején, vagy pedig azon gondolkoznak, hogy képzésre jelentkezzenek esetleg? Amik hozzám tartoznak, az van egy ilyen szép, ekkora, hosszú című, ez a turisztikai vállalkozások mikro-kis és közép turisztikai vállalkozások indítása és menedzselése, jól tudom, ez a cím, de három sor a CoSpace-en. Egyszer, mint száz, annak vagyok az egyik oktatója, illetve a felmenő rendszerben, amikor odaérnek a turisztikai képzésben résztvevők, van egy ilyen turizmus marketing nevezetű kurzus, ami egy-egyben hozzám van datálva. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a részek, amikhez tényleg is értek is. Turizmus marketinggel foglalkozott nagyjából az elmúlt 6 évben, tehát ez tényleg közel áll hozzám. Amit üzenni tudok a hallgatóknak, akár aki már most a padokat kaptatja, akár aki gondolkozik ezen, és ezt őszintén mondom, hogy nem kell megijedni ettől a Covid hatástól a turizmus tekintetében. Igen, a mostani életünket jelentősen befolyásolja. Számoljatok, hogy mikor ti végezni fogtok, és el akartok helyezkedni erre, ebben a témában. Mennyi év múlva van ez? Addigra, aki most elsős, másodikos, vagy akár még be se iratkozott, tudom neki garantálni, hogy addigra az el fog múlni. Lesz munkahely, nem kell megijedni. Sőt, dinamikusan fog ez növekedni. Az összes iparág közül az egyik legdinamikusabban növekedett a turizmus évtizedekre. Visszamennére, tehát nem kell megijedni ettől a most egy történettől, lesz ugyanúgy munkahely. Ez lenne a rövid üzenetem, amit pedig még az elején is mondtam, és most itt még hozzátennék, hogy magában a turizmusban dolgozni pedig jó, örömteli, tényleg. Nekem több olyan munkatársam van, akik ilyen-olyan szektorból jöttek ránk, nagyon szertározott, tényleg telekommunikáció, kezdve pénzügyi szektoron át, segélyszervezet, tényleg sokféle volt, és mind azt mondták, hogy tök jó dolog tényleg az, hogy itt végre, amit adunk, az egy jó dolog, amit szeretnek az emberek. Nagyon jó érzés ám, amikor egy utas részt vesz egy utazáson, vagy egy szállodai, legyen egy utazás, de ilyen szállodai történet. És a szolgáltatás végén őszintén megköszönöm, mert nagyon jól érzte magát. És tényleg, tudod, hogy esetben több havi fizetését költötte el erre az egy hétre, ami után nem marad neki kézzelfoghatóan semmi, nem olyan, amikor veszek egy tévét, és akkor megvettem, kirakom szekrény tetejére, akkor az nekem a tévé még éveken át, hanem hogy te elmész egy hétes útra, ha az össze, akkor neked max a telefonodban lévő képek maradnak meg, de amúgy semmi. És ennek ellenére is azt látod, hogy élvezte és hálás azért, hogy te szolgáltattál neki, hogy te segítettél neki ebben. Ez az érzelmi töltet, ez nagyon jó. És ez tényleg a mindennapokat is könnyebbé teszi. Na, ez nagyon jó, és lesz végszónak számunkra. Köszönjük szépen mindenkinek, aki végignézte, végighallgatta ezt a beszélgetést, és neked is, Bence, hogy elfogadta a meghívásunkat. Következő részben találkozunk. Sziasztok!